VOKE Vörös Marti Mihály Művelődési Ház ismét egy kivételes alkotó műveivel fogadta a képzőművészet fehérvári barátait. Mónos Jenő a Várpalotán született autodidakta művész, aki az elmúlt időszakban az év nagy részét Izlandon töltötte, és a fennmaradó időben alkotott, absztrakt, különleges asszociációkat feltáró műveiben a természettel való viszony, az emberközpontuság és a tudatalatti világ csodái fedezhetőek fel. Szakadatlanul gyűjti az élményeket, amelyből a szellemisége táplálkozik. Igazából én alapból szürreális beállítottságú vagyok. Énnek nagy kedvencem a Salvador Dali, de valahogy nekem is ki kellett találni egy stílusjegyet, mert hogyha én Dalit másolok, akkor abból nem lesz semmi. És jött ezek a gondolatok, igazából most már 45 éve foglalkozom a képzőművészettel, ezek a gondolatok szerintem már belém is ivódtak. Adott 11 évet éltem Izlandon, ott adottak voltak a rusztikus hegyek, a víztükröződések, az ellentétek, a szikla és a víz. Ezek nálam mindenképpen ott vannak. Mónos Jenő festményei színeikkel, villanásaikkal, gesztusaikkal ellentmondanak a múló időnek és minden reálisnak tűnő emberi tapasztalásnak. Ahogy mondja, a két hiteles őselem a víz és a levegő ölelkezéséből teremti meg a végtelennek, időtlennek tűnő képi világot, amelynek mélyén ott sejlik mégis valami bizonyosság, dogmákhoz nem köthető hit, szemérmes vallomás a gondviselésbe vetett reményről, a véges emberi érzékelésen túli világ sejtéséről. Sok éven betelt, amíg egyáltalán a technikát és a kompozíciót. Hát a kompozíció az talán még úgy velem is született, az aranymetszés szabálya, hogy hogyan kell egy képet szépen egyensúlyban rakni, megfesteni, de tanították is nekem természetesen. A technikát azt megint Messengertől egy akkori csapatban, 3-4-en voltunk, és jártuk az országot. És tehát megvolt a technika is, megvan most már, hogy hogyan kell egy képet szépen elkészíteni, hogy az egyensúlyban legyen. Na most erre nekem sok időm elment, ezen már nagyon nem igazán akarok változtatni. Egy bizonyos, a szép számú látogató megtapasztalhatta, a kiállított alkotások olyan neme világi helyeket ábrázolnak, ahol az ég a földdel összeér, ahol megtapasztalható a misztikum, ahol bizonyosan megérintheti a fogékony lelket a természet szakralitása.